Hosszú évek gyakorlata, tapasztalata, alapos szakmai ismeret. Ez jellemzi Nyéki Istvánt, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zárt Körű Részvénytársaság vezérigazgatóját, aki ebben az évben első alkalommal pályázta meg, és el is nyerte az év település szolgáltatója díjat. Irodájában kerestük fel a Városgazdálkodási ZRT vezérigazgatóját, Nyéki Istvánt, aki ebben az évben első alkalommal megpályázta az év település szolgáltatója díjat. A több esztendő szakmai múltnak, gyakorlatnak köszönhetően még igazán maga sem csodálkozott, hogy el is nyerte a címet. De mindenről halljuk magát, a vezérigazgató urat. Évvégéhez közeledve mindenki egy kicsit számot vett, hogy hogyan sikerült ez az év, ez alkalommal Nyéki István vezérigazgató úrral beszélgetünk, hiszen egy nagyon szép emléklapot kapott. Mi is ez pontosan, én nem szeretnék pontatlanul fogalmazni. Valóban az elmúlt héten a Magyar Közszolgáltatók Egyesületének éves közgyűlésén adták át az év település szolgáltatója díjat, és az idén ez a szakmai grémium engem talált méltónak arra, hogy ezzel a díjjal jutalmazzon. Mit kellett ehhez a díjhoz bemutatni, levezetni, hiszen említette, hogy pályázni kellett rá, mit kellett ebben végigvezetni? Valóban ez a szakmai egyesület ennek a díjnak az elnyerésére minden évben pályázatot ír ki. Gondoltam, az idén megpályázom ezt a díjat. Gyakorlatilag elég szigorú szabályok közé van szorítva a pályázat tartalmi és formai része is. Nyilván a pályázónak az általános bemutatkozáson túl elsősorban a szakmai életútját kell bemutatni, azokat a tevékenységeket, amelyeket mint településüzemeltető, közszolgáltatás nyújtó cégek vezetőjeként elvégzett. Így aztán én is ezekről írtam, hiszen most már több mint 15 éve foglalkozom a közszolgáltatással, vagy vezetek közszolgáltatásokat végző cégeket, és a pályázatomat alkalmasnak találták arra, hogy a díjat az idén én kapjam. Ennyi év után, hogy most gondolta úgy, hogy beadja a pályázatot, és számított-e arra, hogy meg is nyerheti? Nyilván azért pályáztam, mert gondoltam, hogy talán ennyi év szakmai munka, azok az eredmények, amelyeket nyilván nem egyedül, hanem a kollégáimmal, a mindenkor általam vezetett cég dolgozóival együtt elértünk, azok alkalmasát tesznek arra, hogy egy ilyen díjat megkapjak. Hogy eddig miért nem pályáztam, hát egyrészt azért kell ehhez egy időtáv, tehát azért talán az túlzás lenne, ha az ember néhány év szakmai múlttal a háta mögött úgy gondolná, hogy az adott évben mondjuk egy ekkora közösségben, hiszen ez az egyesület az egész ország területén működő szolgáltatók jó részét tömöríti. Túlzás lenne azt mondani néhány év tapasztalat után már, hogy én vagyok itt ebben az országban az egyik legjobb, vagy egy kitüntetésre méltó munkát végzek. Másrészt általában sem nagyon szeretem előtérbe tolni magam. Tehát én úgy vagyok vele, hogy végezzük a munkánkat, erre szerződtünk, hogy úgy mondjam, különösebben nincs ezzel mit dicsekedni. De aztán most úgy gondoltam, hogy abban sincs semmi kivetni való, ha az a munka, amit elvégzünk, az talán példa lehet mások előtt is, hogyha ezt megmutatjuk. Gratulálunk ehhez az elismeréshez. Köszönöm szépen. És hát egy kicsit nézzük már át az évet, hogy hogyan telt ez a 2016-os esztendő, milyen változások voltak itt a város életében, ebben a tekintetben, és hát hogyan zajlottak a változások, kisebb-nagyobb sikerrel, vagy voltak azért, amiben esetleg ön nem értett egyet? Hát a munkánk tulajdonképpen évről évre egy bizonyos rendszerint ismétlődik, hiszen általában ugyanazokat a elsősorban közszolgáltatási feladatokat végezzük, de azért az idei év az talán rendkívüli, vagy eltér a szokásostól, hiszen a tavasszal megfogalmazott jogszabályváltozás, és elfogadott jogszabályváltozások, amelyek a hulladékszolgáltatási közszolgáltatást érintik, azok jelentősen megváltoztatták az életünket. A televízióban is többször beszéltünk már erről, az egyéb médiákban is többször nyilvánosságot kapott már,
hogy létrehoztak egy olyan központi koordináló szervezetet, amely gyakorlatilag beékelődik a szolgáltatást ténylegesen végző közszolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók vagy ügyfelek közé, és ez a szervezet végzi ezen túl a szolgáltatás díjának számlázását, díjbeszedését és az esetleges kintlévőségek kezelését. Persze a munkájuknak ez a része az, amely a lakosságot érinti. Az ő tevékenységüknek van egy másik része is, amely a szolgáltatókat, az egész országban folyó hulladékgazdálkodást érinti, ennek a teljes átszervezése folyik tulajdonképpen. Ez a jogszabály áprilistól lépett életbe, ennek mindannyian beleértem a lakosságot is, és a szolgáltatókat is érzékeltük a kezdeti, mondjuk így, nehézségeit. Talán most már valamelyest kiegyenesedni látszik a rendszer, de a másik oldala ennek, ami a szolgáltatás teljes átszervezését, a szolgáltatási területek gazdaságos méret kialakítását, a közelség elvének érvényesítését, a hulladékok minél nagyobb arányú lerakástól való eltérítését, a más módon már semmiképpen nem használható hulladékok lerakását vagy égetését jelentik, és természetesen a hasznosítható hulladékok vagy anyagában vagy egyéb módon történő hasznosítását. Ezek a folyamatok jelenleg is folynak, és még jövő évben is, és még talán a következő években is folynak. Ez bizony még hozhat ránk nézve olyan következményeket, amelyeknek előre még megjósolni sem tudjuk a kimenetelét, de én bízom abban, és ez irányba folytatunk párbeszédeket, hogy a szolgáltatást továbbra is a cégünk tudja végezni, és a jelenlegi színvonal semmiképpen nem fog csökkenni. Az, hogy ezeknek az ára milyen lesz, az már nyilván nem rajtunk múlik, hiszen a szolgáltatás díját azt nem mi határozzuk meg. Ez volt az, ami az évben a leginkább gyakorlatilag áthatotta mindennapi tevékenységünket, de természetesen ettől függetlenül végeznünk kellett azokat a munkákat is, amelyek a feladataink közé tartoznak, beleértve ebbe a közterületek fenntartásától egészen a piacok, parkolók üzemeltetésén keresztül a temető működtetéséig sok mindent, és persze egy csomó olyan dolgot, amivel az önkormányzat vagy rendszeresen, vagy alkalmanként megbízott bennünket. Az évet összességében értékelve azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt olyan feladat, amit nem tudtunk megoldani. Én úgy érzem, hogy az elvégzett feladatok minősége is megfelel az elvárhatónak és a lehetőségeinknek, mert azért ezek jó, ha összhangban vannak mindig. És azt gondolom, hogy a cég folyamatos működése, likviditása, stabilitása továbbra sem került veszélybe, akkor sem, hogyha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körüli anomáliák mondjuk megnehezítik a mindennapjainkat. Van esetleg valami olyan dolog, amit 2017-ben újdonságként fog szolgálni, vagy abszolút minden megy a régi moderben? Jelenleg én nem látok olyan dolgot, ami az eddigi feladataink közül elmaradna, vagy lényegesen változna meg, és jelen pillanatban nem is látok olyan feladatot, amelyet az önkormányzat ránk akarna hárítani, mint elvégzendő feladatot, és ezt eddig nem végeztük. Én azt gondolom, hogy az eddigi feladatainkat kell megfelelő színvonalon és közmegelégedésre elvégezni. A város lakossága minden évszakban nyomon követheti, hogy milyen nagyságrendű munkát végez a Városgazdálkodási ZRT. Hiszen tavasszal kivirágzik a város, télen pedig ünnepi pompába öltözik. De mindig tiszta, rendezett városkép fogadja a hajdúszoboszlójakat és a turistákat egyaránt.